Jó reggelt kívánok, Dunajás megyegyóváros közgyűlésének mai rendkívüli ülését megnyitom, hogy az ülés határozott képes. A jegyzőn igazoltan van távol a megyegyóvárosok szövetségének jegyzői konferenciáján tartozkodik Szolnok megyei jogú városban. Az ülésen csak azok a napirendi pontok tárgyalhatóak, amelyeket a illetékes bizottságok megtárgyaltak korábban. Kérdezem, illetve olvasom, hogy valamennyi napirendi pontot a bizottságok megtárgyaltak. Aki a nyílt ülés napirendi pontjait elfogadja, azt kérem, igennel szavazzon. A közülés a napirendi pontokat elfogadta, legyenek kedvesek meghívott vendégeinknek a tanácskozási jogot biztosítani. Biztosította a közülés a tanácskozási jogot. Köszönöm, legyenek kedvesek Forgó Krisztina köztisztviselő hölgyet jegyzőkönyvezetőnek megválasztani. Köszönöm. Indítványozom, hogy a zárt ülésem, a közgyűlés zárt ülésem tárgyalja meg Dunajás megyegyóváros területén történő napelem park létesítése című napirendbe, tekintettel, hogy a napirendi pont az önkormányzat vagyoni érdekeit érinti. Aki ezzel egyetért, azt kérem, igennel szavazzon. Közülés elfogadta az zárt ülés egyetlen napirendjét, illetve annak zárt ülésen való tárgyalását. Legyenek kedvesek Forgó Krisztina számára a jegyzőkönyvezetés lehetőségét az zárt ülésre is megadni. Közülés ezt biztosította. Rátérünk az első napirendre. De előtte jó kívánságaimat szeretném kifejezni Cserny Béla képviselő úrnak, aki velem együtt nagyon régóta tagjának a közgyűlésnek. Véletlenül a mai napon van a születésnapja, úgyhogy jó egészséget és sok boldogságot kívánok. Barta Endre képviselő úr. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés. Az első napirendi ponttal kapcsolatban szeretnék felszólalni, mégpedig azért, mert jól látható, hogy folytatódik az a úgymond sorozat, hogy önök igyekeznek elrejteni bizonyos dolgokat még a közgyűlés előtt is. Nem tudom, hogy mi az, amit ebben az esetben egy jelenleg még ilyen felállású közgyűlésnél, amikor tudva levő, hogy bármi a téma, akkor önök azt át tudják vinni, mégsem tárgyalhatjuk itt, illetve a bizottsági üléseken. Ezért a mai napon én kezdeményezni fogom egy antikorrupciós csoportnak a felállítását. Ez az antikorrupciós csoport ugyanolyan összetételben működne, mint itt a közgyűlés, tehát semmilyen extra dolog nem lenne benne, viszont szeretnénk, hogyha a dunajvárosiak számára minden átlátható lenne, már pedig az elmúlt időszak azt mutatta, hogy önök arra törekednek, hogy ez ne így legyen, és még a mai napon ezt indítványozni fogom, és remélem hamarosan tudunk majd erről tárgyalni. Köszönöm. Hát indítványozni a mai napon nem tudja a képviselő, két oknál fogva sem. Az egyik, hogy fejben figyelme, hogy rendkívül közgyűlésen vagyunk, kettő írásban be kellett volna adnia. Ezen képviselő indítvány formájában, köszönöm, ha megengedi, végigmondom, és majd a májusi vagy júniusi rendes közgyűlést tudja tárgyalni. Szabó képviselő. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester, tisztelt közgyűlés. Nem fogom tudni támogatni ezt az indítványt, amikor 2014-ben letettük a képviselői esküt, akkor első feladatom volt, hogy egy minden eddiginél szigorúbb és mondhatni példátlan átláthatóságot biztosító képviselői indítványt nyújtottam be. Akkor ez leszavazásra került, de én igyekszem ennek a szellemében politizálni, hogy Zuglóban Karácsony Gergely, aki most a Párbeszéd miniszterelnök jelöltje, ezt a példátlan átláthatóságot már bevezette, és ott minden számla visszamenőleg 5 évre minden állampolgár számára megtekinthető. Én azt gondolom, hogy a jövő az, a 21. század útja az, hogyha minden állampolgár forintra, fillérre kerekítve tudja, hogy mire költötték el az adóforintjait, mert nekünk képviselőknek a közpénzzel háromszor olyan felelősségteljesen kell bánnunk, mint a saját pénzünkkel. Köszönöm. Vesztercei képviselő. Köszönöm a szót. Csatlakozom az előttem szólalókhoz. Elmondtam már, amikor már 182-szer módosították az SMS-t az elmúlt időszakban, és amikor kivették a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság hatóköre alól
az összes közbeszerzést, ami a Modern Városok programba, illetve a terület és településfejlesztési programba tartozik. Kivették ugyanezeket az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság feladatköréből, kivették a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság feladatköréből. Magyarul az összes létező bizottság hatóköréből kikerültek azok a közbeszerzések, amik a Modern Városok program 30-35-40 milliárdos fejezetéhez tartoznak, semmi nem fog bekerülni a közgyűlés elé. Ezeket a módosításokat megtették már egy pár hónappal korábban. Most még erre rástromfolnak egyet, hogy a Vasmiút 41 még meghívásos tendert meg közbeszerzésre kell folytatnia, hanem odaadja egyszerűen a DVG-nek, 100%-os tulajdonban lévő gazdasági társaság, a DVG pedig utána azt kezd vele, amit akar. Magyarul ebbe az égvilágon senki nem fog belelátni, kivéve természetesen a Vasmiút 41 ügyvezetőjét és a polgármester urat, illetve alpolgármester urat, a szepesi alpolgármester ura gondolok. Ők fogják ezeket látni, ők fogják ezeket eldönteni, önök majd bólogathatnak hozzá, meg nyomhatják a gombot természetesen, de senki nem fog belelátni, hogy mire fognak elmenni ezek a pénzek. Tehát 30 milliárd forintot a város 67. életévében kivesznek, a legnagyobb beruházások következnek, elméletileg, ha ebből valaha is befolyik egy forint persze, és az összes utolsó forintig, az összes beruházást mindent kivettek a közgyűlés hatóköréből. Én azt gondolom, hogy ez felháborító, és ez abszolút a lopásnak az átszázása mindenféle szinten. Tehát természetesen nem fogom megszavazni én sem ezt a javaslatot. Minden esetre azt azért szeretném előre jelezni, hogy abban az esetben, ha valamikor a következő időszakban változás lesz az önkormányzatban, akkor itt tényleg az utolsó számláig minden át lesz nézve, és szeretném felhívni a Vasmiút 41, illetve a DVG ZRT felügyelőbizottsági tagjainak a figyelmét is, hogy az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztása miatt a teljes vagyonukkal felelnek. Ezt csak így előre megjegyezném. Köszönöm. Tisztelt közgyűlés, aki a szervezet és működési szabályzat módosításával egyetért, azt kérem, hogy ennél szavazzon. Közgyűlés elfogadta, rátérünk a gazdálkodási rendeletünk soron következő módosítására. Hozzászólás hiányában, aki a rendelet módosításával egyetért, ennek alapján szavazzon. Közgyűlés elfogadta, rátérünk közbeszerzési értékhatárt ellenmérő beszerzések lebonyolításáról szóló önkormányzati szabályzatunk módosítására című napirendi pont megtárgyalására. Hozzászólás hiányában a határozati javaslatról legyenek kedvesek dönteni. Közülés a határozati javaslatot elfogadta. Következő napirendi pontunk, melynél a képviselőtársaim egy új vállalkozási szerződést tervezetet kaptak készhez. Azt a címet viselő, hogy Dunajos jobboldal felújítása érdekében megvalósított projektekben tervezett beruházás kivitelezőjének kiválasztására című napirend. Legyenek kedvesek szavazni. A közgyűlés a határozati javaslatot minősített többséggel elfogadta. Rátérünk egy korábbi ezévi, az előző közgyűlésen meghozott határozatunk kiegészítésére, amely elmondom egész pontosan ez miről szól, de hozzászólás hiányában le is zárom a napirendet. Ez arról szól, hogy a közgyűlés legutóbbi ülésén felbontotta a lokál heti lappal kapcsolatos hirdetési keret szerződését. Ugyanakkor egy korábban, amikor ezt megkötöttük februárban, határoztunk a havi 226 ezer forint plusz áfa összeg fel, hogy milyen célra fordítódjon. Mivel felbontottuk, ugye ott maradt egy költségvetési forrás, egy luk. Indítványozom, hogy a Dunások Életért Közalapítvány támogatására fordítsa ezt az összeget. Ugye ez a két jelenleg ugye úgy közismert, hogy a két beteg kislány, illetve a Pecsét Istvánféle alapítvány. Aki ezzel egyetért, kérem, igen, ne szavazzon. Közülés ezt elfogadta, köszönöm. Következő napirendi pontunk az egyes rendelő, az úgynevezett fehér rendelő legutóbbi időjárási események miatti beázásának helyreállítási munkáival függ össze. Aki támogatja, kérem, igen, ne szavazzon. Üdvözlöm tisztelt a kórház gazdasági igazgatónője. A közgyűlés elfogadta. Elvi állásfoglalás a Dunajos Egyetem működésével kapcsolatban. Üdvözlöm tisztelt a palotás rektor helyettes ura.
Szabó képviselő úr. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester, tisztelt közgyűlés. Szerintem nagyon fontos, hogy a városban van egy most már egyetem. Én jártam oda, és nagyon sok szép emléket őrzök onnét, ezért számomra ez személyesen is külön fontos. Azonban egyetlen egy dologra szeretném felhívni a figyelmet. Hogyha megnézzük a statisztikákat, akkor azért látszik, hogy az Orbán kormány folyamatosan, mind a 2010-től, mind 2014-től nyírbálta meg a felsőoktatási intézmények költségvetését. Emiatt is egy tüntetés is volt az elmúlt években. És itt Dunajvárosban is, ha jól emlékszem, nem tudok pontos számot mondani, hogy nagyságrendileg 40%-kal csökkent az a támogatás, ami a város intézményére jut. Úgyhogy szerintem fontos az elvi állásfoglalás, azonban ez önmagában nem elég, hiszen a jól működő felsőoktatáshoz többletforrásra is szükség lenne. Egyébként pedig szurkolok az egyetemnek. Köszönöm. Mindjárt elmondom a elvi állásfoglalás indokát. Beszlecei képviselő úr. Köszönöm. Szerettem volna is megkérdezni, hogy a kancellárváltás előtt áll a Dunajvárosi Egyetem, és azért került ide ez a napirend, vagy hogy mi az oka ennek, hogy most a Dunajvárosi Közgyűlés kiáll a Dunajvárosi Egyetem kancellár személye mellett. Legutoljára akkor történt ilyen, amikor polgármester úr és a Fidesz frakció nem volt megelégedve a Kliknek a kinevezett vezetőjével, akkor nagyon-nagyon hangosan mondták a politikai szerephitüknek megfelelően ezeket a fontos, általuk fontosnak tekintett dolgokat. Én az mellett természetesen a Dunajvárosi Egyetemet jónak tartom, és pozitívnak, és továbbra is a következő 100 évben itt működjön a városban. Ettől függetlenül a kancellária hivatalával, mint olyannal abszolút nem értek egyet. Régen is volt ilyen, az Átkosba üzemi pártitkárnak hívták. Azt gondolom, hogy manapság erre nincsen szükség. Ugye a feladatába felügyeli és szervezi az intézmény ünnepeit, központi rendezvényeit, tartalmaz az előterjesztés. Azt gondolom, hogy az üzemi pártitkár ezeket megfelelően csinálta a 70-es, 60-as, 80-as években a Dunaferben. Van önök között olyan, akinek erről tapasztalata is van személyes. Tehát magát, a kancellária intézményét nem tudom támogatni, és mivel a határozati javaslat ezzel kapcsolatos kizárólag a kancelláriának a fogalmával, ezért a határozatot sem fogom tudni támogatni. Köszönöm. Az elvi nyilatkozat oka, ugye egyfajta kettős vezetés van jelenleg a felsőoktatási intézmények élén. Amellett, hogy ugye működik egy szenátusi tanács és egy konzorciumi tanács, mindkét meghatározó döntéshozó szerv. Egyrészt az intézmény szakmai felelős vezetője, egyetem esetében a köztársasági elnök urától kinevezett rektor. Ez fog most megtörténni a napokban, hiszen volt egy rektori pályázat, és ezen rektori pályázaton a szenátusi tanács szinte egyhangulag dr. Habil András István rektorulat, a regnáló rektor támogatja. Mi magunk is a városvezetés többször, többfajta egyetemi és egyéb rendezvényeken is kiállt rektor úr és munkatársai, tehát a jelenlegi egyetemi program folytatása mellett. A kancellár egyértelműen műszaki, karbantartási, gazdálkodási, fenntartási, üzembentartási dolgokért felelős, és szerencsés esetben e kettőnek jól kell tudnia együttműködni, a rektornak, illetve a kancellárnak, mi több szerencsés esetben a település vezetésével is sikeresen kell működnie. Mind a két helyen most járt le a megbízás, a rektor esetében az 5 év, a kancellár esetében a rövidebb év. Ezért ez indokolja, hogy ez egyfajta elvi állásfoglalás, hogy szerencsés esetben fontos lenne a város vezetésének, hogy egy olyan kancellár kerüljön az egyetem élére, maradjon vagy kerüljön, aki együtt tud működni mind a rektorral, mind pedig a város vezetésével. Egyébként több pályázó van, mozzárult a kancellári pályáztatás. Ez nem önkormányzat, nem is az egyetem műveli, hanem az Emberi Erőforrások Minisztériumához tartozik. 5-6, tehát több pályázó is van. Majd ugye Palkovics államtitkár úr javaslatára dr. Balogh Zoltán emberi erőforrás ügyi felelős miniszter úr fogja kinevezni az új kancellár. Szavaztunk már? Nem. Aki támogatja a határozati javaslatot, az kérem igen, ne szavazzon. Közi és elfogadta.
Az ülés nyílt részét berekeztem, egy perc szünetet rendelek fel.